Több halálos áldozata és legkevesebb 10 sebesültje van annak a pokolgépes merényletnek, amely a kabuli orosz nagykövetségnél történt hétfőn. A nagykövetség alkalmazottai közül 2 a helyszínen életüket vesztették, és meghalt egy civil is, közölte az orosz állami hírügynökség. Más, egymásnak ellentmondó sajtóértesülések 8 és 10 közé teszik a halálos áldozatok számát. Az orosz külügyminiszter közölte, hogy megtették a szükséges intézkedéseket a kabuli nagykövetség és környéke védelmére. A tálib hatóságok is kivezényeltek erősítést a képviselethez, miközben az afgán hírszerzés és a kémelhárítás is jelentős erőket mozgósított, úgyhogy nagyon remélik, hamarosan elnyerik méltó büntetésüket ennek a támadásnak a kitervelői és a végrehajtói egyaránt. Az orosz állami hírügynökség tudomása szerint a bomba akkor robbant, amikor kijött az épületből egy orosz diplomata, hogy név szerint beszólítson többeket a vízumra várakozók közül.